Szezon minden évben nagyon fontos esemény az egész város életében. Ebből az önkormányzat is szeretné a részét kivenni, mint közösségteremtő fórumon részt venni, de én most ezen a bálon speciál elsősorban, mint anyuka veszek részt, mert mind a két gyerekem a Prohászka gimnáziumba jár, és hát most itt egy családostól eljöttünk, sőt a kislányom jön, mert a ruhatárban ő fog majd jegyet árusítani. Polgármesterként minden bárra kapunk meghívást, amit ezúton is megköszönök mindenkinek, aki bált szervezett a báli szezonban Budakeszin, és igyekszünk is ezeket a bálokat látogatni. Egyrészt jól érezzük magunkat, másrészt pedig, és inkább ezt emelném ki, sikerül nagyon sok budakeszi lakossal találkozni, szót váltani helyi ügyekről, és hát vidám dolgokról is. Ezeken a sok bálon nagyon sok helyi lakos is megfordul, és nagyon jól érzik magukat, találkoznak egymással, nem csak a szokásos hétköznapi fórumokon, a boltban, az utcán, a szomszédban, hanem ez egy olyan lehetőség, ahol együtt tölthetik az időt, jól szórakozhatnak, és a közösség az ezáltal szerintem még erősödhet Budakeszin. Karinti Frigyes, rossz tanuló felel. Nem. Mára nem lehetett számítani. Igazán. Hiszen számított rá. Persze, hogy számított. Hát, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyesfélét. De álmában magyarból hívták ki. Igaz, úgy volt, mintha a magyart is a Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést, a párhuzamos vonalakról felelt egyfelesre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz, hát ha csoda történik, hát ha csak agyrém, nyomasztó lidérc nyomás, hogy ez az ő neve. És most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet fölkap a padról, végigmegy a kis utcán a padsorok közt, és közben ezt gondolja. A plusz B szer A mínusz B, egyelő A négyzet mínusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztos, hogy ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött fölzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki nem tilt be, a rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. A tanár leül és kinyitja a noteszt. A rossz tanuló fogja a krétát és görcsösen mondogatja magában, A plusz B szer A mínusz B. A tanár ránéz. Készült? Készültem. Akkor írja.
A rossz tanuló a tábla felé fordul. B négyzet mínusz plusz mínusz négyzet gyök B mínusz 4AC-szer 2A. És a rossz tanuló írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony, tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent ez az egész. Igen, homályosan sejti valami másodfokú egyenlet, de hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kalligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastag. A vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot. Ehhez külön elmegy az ablakig a spongyáért. Időt nyer ezzel. Hát, ha csöngetnek, hogy valami lesz. Úgyse sokáig szerepelő itten. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is fölrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más felsőbbrendű lény, mint valami jó tanuló. Felírja még A négyzet. A katona iskolában nagyon korán kell felkelni. Villan át hirtelen az agyán. Aztán hadnagy lesz az ember, esetleg kimegy Fiuméba. És közben ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő, ó, a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös körül. Most beszélni kell. A másodfokú egyenlet kezdi összehúzott szemmel és mélységes figyelemmel nézi a táblát. Tehát a másodfokú egyenlet ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább a rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebben odaillőt fontolgatja és mérlegeli. De a tanár, ó, a tanár már tudja, mit jelent ez. Készült? Mondja keményen. Tankirem, én készültem. Ezt bezzek, villámgyorsan mondja. Véres, dac, lázadó kétségbeesésre meg a hangjában. Tanár széles gesztussal. Hát akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk. És most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják. Lopva néz a tanára, de az mozdulatlan arccal ül, se azt nem mondja, hogy jó, se az, hogy rossz. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát akkor miért nem szól a tanár? Ez rettenetes. Egyszerre elhallgat és látja, hogy a tanár kinyitja a noteszt. Erre szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből. Tanár úr, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Vele végeztek? Álmodik? Mi ez? A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetőn. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát. A másodfokú egyenlet, tanár úr, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a padsorok közt? Nem. Inkább áll hülyén. Kezed adogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél. Ez is olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte.
foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha nem fogott fel semmit. Néhány mondatot jegyzett meg, és azokon úszott. Még áll. Reménykedik, udvariasan figyeli, amit a másik beszél. Néha helyeslően bólint, ez jelzi, hogy ő készült, ő tud. Néha bátortalanul meg is szólal. Abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat, és figyeli, amit a másik beszél. Előrehajol. Részt vesz a felelésben. Odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki. Hangosan. Na nem azért, hogy segítsen, hanem hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval nem adja meg magát. Egyszerre aztán minden ereje elhagyja, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza a zajok. A kréta ropogása, elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelent, nagy kék valami, oldalt egy kis házikó van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A ma felsőbb osztály, amelybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet soha. Az együttlét, a közösségi érzés az mindig egy nagyon fontos dolog, és ugye a legtöbb báli megjelenő, a bálozó ezért jelenik meg, de vannak olyan bálok, vannak olyan közösségek, amelyek ezt jótékony célra is használják, a bálnak a lehetőségét. Például itt a Prohászka is ilyen, vagy például az önkormányzat intézményei nagyon sokszor olyan célt tűznek ki, ami egy, az intézmény szempontjából egy fontos dolog, és a tombola bevételekből, a belépődíjakból általában ezeket a célokat szokták fedezni, a legkülönbözőbb dolgok készülnek így el ezekben az önkormányzati intézményekben. Annyi szép műsor volt itt, hogy én rövid leszek, nagyon remélem, hogy ezzel nem húzom az időt. Sokat gondolkoztam, hogy mit kellene itt mondani. Először is csak azt szeretném mondani, nem mindegy, hogy az ember lakodalomban vagy mennyegzőn van. A mennyegző az úgy néz ki, hogy Isten nevébe és itt folytatódik. A lakodalom meg nem itt kezdődik, csak hazudják, az ilyen tradicionalizmus az igazán itt kezdődik, és itt végződik. Hát mennyegzős találkozót kívánok mindenkinek. Az Úr Jézus is ívott a kánai mennyegzőn, de nem volt benyomva, mint a rajszög. Úgyhogy ezt az összejövetelt a mennyegzős állapotra érdemes húzni. Hogyha mégis mondanék valamit, akkor József Attilától mondanék egy szösszenetet. Ezt a verset másodikas általános iskolás koromban tanultam meg, és 39 éves koromban értettem meg. Azt is csak azért, mert hallottam második János Pál pápának a Tudományos Akadémia, amikor itt volt először Magyarországon, fönt van az interneten, aki akarja, az rámehet és elolvashatja még bővebben egy tanítását, és akkor értettem meg igazán ezt a József Attila verset. Szerintem mindannyian ismerjük. Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Elnehezült iskolákba, elnehezült táblák fölé odaírták, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemel. Na most hát az hol ilyen ágú, hol olyan színű, hol annyi darab volt, lesz, volt, nincs. Az igazi értelmét mégis nehezen lehet megtalálni a versnek. Én nem értettem ezt a pontosan szépen, gyerekkorom óta. Kezdjük előről, ne légy szeles. Ez a köznyelben úgy van, jó légy kisfiam, jó légy kislányom. Móricz Zsigmondnál ez úgy van, hogy légy jó, mint halálig. A Bibliában ezt úgy olvassuk, hogy ne adjatok teret az ördögnek. Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak, hát innen kivinni semmit nem tudunk, se bankkártyát, se smukkot, se ingatlant, se pénzt, se semmit, se vagyont. Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan szépen. Na most mi ez a pontosan szépen? Én ezt az esztétikát nem értettem. Mi az, hogy pontosan szépen? Ez olyan tohuva-bohuva volt nekem 39 évig. És amikor II. János pápa, még egyszer mondom, itt volt, és a Tudományos Akadémián találkozott a magyar politikusokkal, tudósokkal, művészekkel, komolyan vette az itteni létét, és azt mondta, az önök felelőssége, innentől kezdve az önöké is, az önök felelőssége, hogy a jövő nemzedéke az igazság, a szépség és a jóság harmóniájában nő lé föl, vagy sem. És a sorrend nem mindegy. Igazság, jóság, szépség. Mert ha szépet veszem előre, ez a divat. Ha jót veszem előre, ez a trendi. És akkor mi az igazság? Relatív. Ez a relativizmus. Minden izmus középpontja az egoizmus. Nem csak a szocializmusnak, a bolsevizmusnak, a liberalizmusnak, a nihilizmusnak. Én például függetlenül erre soha nem szavazok. Hát ha ő nem tudja kicsoda, akkor én hogy? Szóval, tehát nem mindegy a sorrend. Igazság, jóság, szépség. Hogyha keressük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz, és van egy másik József Attila töredék, ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Aztán egy másik József Attila töredék egy verséből. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dolgokhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon fölnövekedvén az Istent is, aki végtelenség, valahogy megközelítsétek. Tehát a végtelenség maga az Isten, a szeretet. Annak pedig van három finom komponense. Igazság, jóság, szépség. Ha keresem az igazságot, mert ő az út, az igazság és az élet, és elfogadom, hogy az Isten az igazság, azaz a szeretet, és az ige testé lett, és közöttünk lakozik. János 1. Akkor abból már következik, hogy mi a jó. Jó az, ami az Istennek jó. És akkor mi a szép? A szépség a jóságnak, az igazságnak és a jóságnak a harmóniája. Ez a kultúra. Az nem halál civilizációja, hanem élet kultúrája. A kereszténység az egyedüli kultúra, amelyik e felé tart. Minden másik kultúra hazudik. Az csak civilizáció. Az igazság, a jóság és a szépség harmóniája. Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, igazán jól a szépségben. Ez több, mint esztétika. Pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Hát a csillag úgy viselkedik, ahogy az Isten megteremtette. Mi meg a mi atyánkban úgy olvassuk, úgy tanuljuk, úgy imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát vissza kell találnunk hozzá, keresni az ő akaratát. Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Köszönöm a türelmüket. Picit kutakodva itt az internet bugyraiban, megütötte a szemem, hogy tegnap volt a születésnapja. És gondolom, hogy... És mivel tudom, hogy tegnap este Békés Csabán volt premierje, nem tudom, mennyi ideje volt mulatni, ünnepelni,
Mi egy kis meglepetéssel készültünk, amit a tortán látnak, az nem az évszám. Az a 6-3-ra vonatkozik. Isten éltesse nagyon sokáig! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. A Prohászka szervezése meglepte önt ezzel a tortával, illetve a számmal, ami rajta volt? Hát a tortával igen, a számmal nem, de az nagyon ötletes volt, hogy a 63. születésnapom a 6-3 focilabdát hozták ide, és ezt írták rá, és ahogy felkonferálták. Nem volt meglepetés, hiszen a sok keresztgyermekem közül 2 Iker ide jár, és a Müller Sanyinak és Nórának a gyermekei, és a szülők közösség kért rá, hogy Stikába jöjjek. Hát, úgyhogy nekem nem volt meglepetés, hogy nekik az, az remélem, igen. Sokáig gondolkozott, hogy elfogadja ezt a meghívást? Nem, azonnal mondtam, hogy ez az egy nap, amikor ráérek, pont ma. Egyébként nem is értem volna rá, úgyhogy mondtam, hogy ez az egyetlen üres estém, úgyhogy tudok jönni. Mivel telnek a napjai mostanában? Most jelen pillanatban, hát holnap a tizedes meg a többieket játsszuk, hál' Isten nagy sikerrel. Tegnap pedig premier volt Békés Csabán, ott rendeztem az Ármány és Szeren Schiller darabját. Mostanában talán valami reményünk megint van arra, hogy egy kicsit a magyar film talán erősödik. Mit szól ön ehhez? Én örülök neki, annak minden körülmények között örülök, hogy sikerült mínusz milliárdokból plusz milliárdokká átalakítani a filmalapot, ez nagyon nagy dolog, és az meg különösen, hogy díjakat hozunk el. Az már egy másik fájdalom, hogy nem panaszként mondom, de jobban szeretném, ha magyar történelem és a magyar irodalom jobban megjelenne a filmeken, és több tévéfilm is lenne, és a magyar irodalom remekei, amiket még nem vittek vászonra, azok megjelennének, annak jobban örülnék, és hogy a közönség is jobban támogatná a magyar filmeket, nem csak az amerikaiakat, annak jobban örülnék.